építészek, hanem képzőművészek. Szóval különböző ágai is találkozhattak, a zenei irányzatok is bemutatkozhattak, felvillantották újdonságokat, és egyben haladó, megújuló társaságére szintenként is szolgál. Ez a vízi bomba adta meg az antrét a Rassa Regionális Alternatív Stúdió számára, egyben az alapítónak, hogy szülővárosába visszatérhessen. Maga is csapata részvételével elindítson egy hosszú, sűrű, tettekben gazdag 33 éves menetet. Egészségi állapota miatt videó üzenetben köszöntötte professzor dr. Reknicer János műgyűjtő a Torula közönségét. Idén 30 éve annak, hogy a győri Rába parton megjelent egy szürke vízibusz, mely fennállás alatt egyszerre szolgált építészeti stúdióként, könyvtárként és filmklubként. A Rass Galéria hajó a Torulában kötött ki mintegy két hétre, hogy egy impozáns tárlat keretében felhívja a figyelmet a 33 éves Rass, azaz a Regionális Alternatív Stúdió, megvalósult és tervezőasztalon maradt, Győrhözi szorosan köthető épületeire. A Graboplasztól kaptunk ilyen használaton kívüli, gyakorlatilag leselejtezett papírdudákat, és ebből csináltunk egy teret, csináltunk egy installációt, és belefűszereztük a kis terméseinket. Néhány megépült, néhány nem megépült házat. Persze a Rass Galéria hajóval kezdődik, a saját házunk, ami ugyancsak Győrben van, és 96-ban volt az év lakóháza, de az Apáca utca 9, amit Winkler Gáborral csináltunk, és nagyon sokat tanultam a művészettörténet, illetve az építészet és a korok, különböző műemléki koroknak az együtt munkálkodásából. Úgyhogy ott nagyon fontos, hogy az Apáca utca is kikerült. Aztán kikerült persze a Lloyd, ami már egy 2008-2009-es projektünk. Az összművészeti megnyitón találkozhatunk kortás zenével, tánccal, fényművészettel és irodalommal is. Bemutatkozott a Raskó, láthatunk részletet Demcsák Otto és Ebestyén Bálint balettművészek koreográfiáiból is. Az építészet lényege, hogy teret adjon a találkozásoknak, hit szerepet tölt be a művészeti ágak közt. Eléggé erős tér ezzel az ipari környezettel, és próbáltuk azt a fajta humanitást, amit az építészetnek kellene közvetíteni, amilyen érzékeket kellene az emberben felerősíteni, ennek próbáltunk egy olyan hátterét biztosítani, ami által lehet látni, hogy az építészeti terek micsoda vonzáskörzetet tudnak kialakítani az ember körött, illetve milyen tereket tudnak képezni. Tehát megpróbáltuk ebben az ipari környezetben a mi humánus terünket leképezni, avval biztosítani teret a mi saját installációnknak, a saját építészetünknek, és ez lett volna az elképzelésünk lényege. Rass 33, erdőterek, Rostás Csaba és Pados Melinda közös kiállítása április 28-áig várja a látogatókat a gyárvárosi Torulában. A finisszázson egy ősbemutatónak is szem, illetve fültanúi lehetünk. Az építész iroda által kifejezetten Rákász Gergely számára tervezett új orgonát először szólaltatja meg közönség előtt az ismert művész.